törpingáló. Nézd meg, hogy az ablaktáblák elég erősek-e. Nézem, törperős! Mit gondolsz, Zöldőr nem téved tényleg, Szilvi, hol jön? Zöldőrnek az állatok mondták, és ha az állatok mondták, akkor úgy is lesz. Jó, Veréd néni, most tessék húzni. Úgy, most már biztosan nem fújhatja le őket a szél. Nagyon szívesen, Veréd néni. Biztosan igaza van, Veréd néni. A szélvihar egy-két óra múlva itt lesz. Hami, ez a szigetelő úgy néz ki, mint a vaníliakrém. Lebutáskó gyügyi vaníliakrém. Egyszerű vajkrém. Ne féljetek, szépségeim, nem esett bajotok. Minden biztonságba helyeztél, törpojáca? Törpmészetesen. Ellenőrizve. Apuci nem hagyja, hogy bajatok essen, kicsikéim. Mert apuci nagyon szereti a kicsikéit. Vitorlákat leengedni, köteleket feltekerni, árbócot megerősíteni, kormánykereket kikötni. Nem sokára itt a vihar. Igyekezzetek! Igyekezzetek! Minden rendben, törpitányú. Rendben, ahogy mondani szoktuk, mint a hajómanó szakálla. Ellenőrizve. Jaj, imádom ezt a tengerész dumát. Látta valaki lustit? A szélmalomnál láttam. Jaj! Mi vagy én? Lusti! Lusti! Lusti, itt vagy! Lusti! Lusti! Lusti, hol vagy? Lusti! Közeleg a szélvihar, és te még mindig nem biztosítottad a szélmalmot. Szélvihar, szélmalom. Aha, jól van, Üdi, jól van. Szia, Üdi, hát te meg mit keresel itt? Közeleg a szélvihar, Lusti, elfelejtetted? Gyorsan csukd be az ablakokat, zárd be az ajtókat, siess! És ami a legfontosabb, jó erősen kötözd le a malom kerekét, mert ha elszakadnak a kötelek, és ne aludj el megint! Ez kérlek több fontosságú feladat, Lusti. Bízhatsz bennem, Ügyi. Törpisztikus. Később még ellenőrzöm. Most nem aludhatok el, ez több fontosságú feladat. Fajta? A kút? Hát, majdnem rendben. Már csak a szélmalom van hátra. Megyek és megnézem, törpapa, de Lusti a szélmalom felelős. Lusti? Őt tetted meg szélmalom felelősnek? Csak így tanulhatja meg a felelősségvállalást, és megmondtam neki, hogy több fontosságú feladatról van szó. Ó, Lusti, törp, hisz nem csináltál semmit. Lusti! Lusti! Hol vagy? Mit tettél? Azt mondtad, nem fogsz elaludni. Mi? Hogy? Micsoda? Megígérted nekem, hogy megcsinálod, amit rád bíztam. Ó, de hisz én... Törpök! Törpök! Jaj... Törpelős, Zöldőr, gyorsan gyertek velem! Törpilla! Törpilla! Gyere segíteni, sürgős! Lusti, elaludsz! Hokatka! Segítened kell! Gyertek velünk! De hát mi történt? Csinálnunk kell valamit a szélmalommal, még mielőtt a szélvihar darabokra töri! Okoska, Zöldőr, az ajtókat! Törperős, segíts lekötözni az őrlőt! Így
inni? Sihez, zöldőr! Az a fontos, hogy minél hamarabb fejezzük be! Ja! Bocs! Nem lesz semmi baj, Körpicu, semmi baj! Nem lesz semmi baj, kicsikéim, nem lesz semmi baj! A buci megvéd benneteket, csak használnom kell a fejemet! Jaj! Csúnya egy szélvihar, de a pudingom még csúnyább hiányzik valami a tetejéről. Ha te vagy hami. Ügyi-fogyi, Törp! Nem te hiányoztál a tetejéről! Meg kell állítanunk ezt a tengert, különben összetörik minden! Tudom! Nem! A te hibád, hogy ilyen bajba kerültünk, Lusti! Én nem akartam elaludni, higgyétek el, nem akartam! Hagyj békén, Lusti, nem látod, hogy dolgunk van! Gyere, zöldön, csinálj valamit! Az én okos anyám már teljesen összerázkódott! Ja. Jól vagyunk, de a szerkezetet már nem tudjuk megállítani. Jaj, segítség! Jaj, segítség! Törpisztikus! Egyszerűen törpisztikus! Mindenki jól van? De azt hiszem. Fű, ez aztán az utazás! Hú, de talán megúsztuk. Az azért még nem biztos. Életemben nem féltem még ennyire. Lássuk csak, vajon hol vagyunk? Jaj, segítség! Pontosan, ahogy gondoltam, még a levegőben vagyunk. De már nem sokáig. Remélem, tudtok úszni, mert az óceánba fogunk ott. Kapaszkodjatok! Mi lesz, ha megsérül az agyvelőm? Azt hiszem, te jól vagy, okoska. Nem, én nem vagyok jól. Forog velem a világ. Biztos agyrázkódást kaptam. Biztos. Szentséges törpegek! Egy vulkánban vagyunk. Egy vulkánban? Egy vulkánban. És szerintem nagy bajban. Hallod, Lusti? Látod, hogy mibe sodortál bennünket? A vulkán lerakódásából ítélve, ez a vulkán körülbelül 500 évenként egyszer tör ki. Végre valami jó hír! Ha ez a vulkán 500 évenként egyszer tör ki, akkor tulajdonképpen nincs veszély. Kivételesen igaza van. Próbáljunk kimászni. Ki tudunk mászni innen mondjuk úgy egy hét alatt. Pontosan mikor volt az utolsó kitörés, Ügyi? Hát... számításaim szerint napra pontosan éppen 500 éve. Ezek szerint... A vulkán ki fog törni? Még ma! Ez a szélvihar sokkát okozott volna, ha nem készülünk föl. Bizony, a szél nagyon kiszárítja az arcbőrt. Gyorsan, törpikéim! A szélmalom! Mi történt vele, törpapa? Megrongálódott? Sokkal rosszabb, a szélmalmunkat elfújta a szél. Hűha! És ráadásul azt hiszem, 6 törp is vele repült. Most mit csináljunk, törpapa? Felvonjuk a vitorlákat, törpitány, és követjük a vihart. Így talán megtaláljuk őket, ha még egyáltalán érnek. Behajózzuk a készleteket, és azonnal indulunk. Igenis, törpapa. Kis szerencsével talán... Jaj, nekem! A vihar zátonyra futtatta a hajómat.
Hiha, törpapa, most nem fogjuk tudni megmenteni őket. Nincs remény. Ki nem állhatom, hogy nincs remény. Ugyan, törpikéi, megjavítjuk a hajót, és utánuk megyünk. De törpapa, Ügyi nélkül lehetetlenség megjavítani a hajót, hisz ő építette az első szögtől az utolsóig. Igen, igaza van, törpapa. Várjunk egy percet. A törpök számára ez a szó, hogy lehetetlen, nem létezik. Ki nem állhatom azt, hogy lehetetlen? Hány nehézséggel megbirkóztunk már? Ezzel is megbirkózunk. Gyere, okoska, segíts! Nem tudom pontosan, hogy mi jelent az aerodinamikai viszonyok. Ha a rögzítést ide csatlakoztatjuk, akkor ügyelnünk kell arra... Az aerodinamikát csak hagyd meg Ügyinek! Jól van, már beletörődtem. Magányosan kiáltozom az intellektus eme pusztaságában. Úgy jó, most húzzátok egy kicsikét jobbra! Nagyszerű! Okoska, rátbízom a törpilizátort! Gondolom ez a legfontosabb munka. Törpmészetesen! Bölcsen választottál, Ügyi. A legrosszabb esetben anélkül is elboldogulunk. Oh! Bizony, egyre mélyebb a helyzet. Még néhány óra és kitörp a vulkán. Ügyi, gondolod, hogy ez a helikopter kiszabadít minket innen? Hát persze, Törpilla, nagyon remélem. Mondd, hogy mit segítsek, Ügyi. Mondd, hogy mit segítsek. Hát, mit is, Lusti? Például... A te segítségedre nincs szükségünk, és te nem is segíthetsz. Miattad kerültünk ide, és ha itt süllünk meg elevenen a vulkán gyomrában, azért is te leszel a felelős. És egyébként is, hogyha... Azt hiszem, a lényeget elmondtam. És te mit gondolsz, Ügyi? Szerinted is én vagyok a hibás. Hát tudod, Lustikám, én azt... Jó, hadd csak. Azt hiszem, okoskának igaza. Okoska, ez gonoszság volt. Hadd csak, Törpilla, nem lábatlankodom itt többé. Törpöltő mindjárt kész a vitorlával, törpitány. Már csak azt a lyukat kell elzárnunk, és a hajót készen áll. Engedj lejjebb, kerti törp! Még egy kicsit! Jó! Húzd egy kicsit balra! Siessünk! Kifutnak az időből! Sikerült, törpikém! Igazad volt, törpapa! Figyelem, kerti törp! Vágd el a kötelet! És most, törpitány úr, irány az óceán. Addig kitalálom, merre menjünk. Igenis, törpapa. Gyerünk a jó patkányok fővitorlát felhúzni! Húzd meg! Orvitorlát felhúzni! Aztán erősen kötözzétek le a köteleket. Én majd kormányozok. Remélem, megtaláljuk őket, törpingáló. Keszerá, szerá, törpajáca. Ez spanyolul van, mit jelent? Honnan tudjam, nem beszélek spanyolul. Nem vagyok én jó semmire. Amikor baj van, mindig olyan álmos leszek. Most is milyen fáradt vagyok. Alszom rá egyet. Lusti, Lusti! Szükségük volna a hatalmas erődre, a gyors észjárásodra és a legendás bátorságodra. Hogy mi? Hát persze, te már megint álmos vagy. Nem, dehogy, Törpilla. Bár aludni tényleg nagyon szeretek, de ha a barátaimon kell segíteni, az mindennél előbbre való. Miben segíthetek neked, Törpilla? Egy iszonyatos szörnyetek támadt Apraja falvára. Mi fél, amíg engem látsz, és az egész hadműveletről nem is kell más, csak egy fej, hagyma. Ó, Lusti, te annyira bátor vagy, annyira okos, annyira... hagyma. Ne féljetek, barátaim, elpusztítom azt a szörnyeteget. Nyugodtan alhattok ma éjjel. Éjjel! Itt a hagyma. Köszönöm. És most beülök a röppentőbe, és egy-kettőre végzek vele. Olyan ez, barátaim, mint egy rossz álom. Kész vagyok. Kilőhetsz, Ügyi.
szépű. Adhatsz nekem egy hatalmas puszit. Köszönöm, Törpilla, de most egy puszimba is belehalnál. Ó, Lusti, de akkor is te annyira, annyira, annyira. Majd meglátjuk, most mindenki a helyére, mert már bármelyik pillanatban kitörhet! Lustit meg kell keresni! Siess, Törpilla! Figyelem, felszállás egy perc múlva! Induljunk már! Bármelyik pillanatban kitörhet! Megvárjuk Törpillát és Lustit! Jaj, nem! Már megint Lusti a hibás! Ha itt vesztegetjük az időt, mind megégünk! Törpilla! Hagyd itt Lustit! Majd később visszajövünk Lustiért! Nem lesz itt olyan meleg, hidd el! Nem! Kösd be magad, okoska! Megvárjuk őket! Lusti! Lusti! Ideje! Ó! Lusti! Lusti, ébredj fel! Indulunk! Nem alszom, Törpilla! Itt maradok! Mi? Nem érdemlem meg az életet. Bajba sodortam a barátaimat. Elaludtam, és ezért vagyunk most a vulkánban. Jaj, ne butáskodj, úgyse hagynánk itt. Kezdjetek tekerni, itt vannak. Közd be magad, Törpilla. Én hová jöjjek, Rügyi? Arra a székre, Lusti. De itt nincsenek pedálok. Nincsenek bizony! Nem kérünk a segítségedből, mert bízhatatlan vagy! Okoska! Ez egy öt törperős modell! Ne haragudj, Lusti! Induljunk, Ügyi! Ki kell jutnunk innen! Teljes törpel előre! Szép álmokat, Lusti! Aludj csak, amíg mi itt kínlódunk! Indulás! Ne hagyjátok abba, még visszaeshetünk! Ne féljetek, átveszem a helyét! Ne féljetek! Tekerjetek, törpök, tekerjetek! Gyorsabban! Mind meghalunk! Ne féljetek! Lusti, megmentettél minket, megmentettél! Tényleg, azt mondod? Tekerjetek tovább, itt nem szállhatunk le. Én már nem bírom sokáig. Már én sem. Lusti, sehol nem látsz földet. Sehol sem látok. Gyertek, ússzunk ki! Ugorjatok! Jaj, a fejem! Hú, micsoda púp! Csak egy hajszálon múlott. Egy pillanatig azt hittem, hogy elvesztünk. Ne légy túl derűs, törperős! Még senki sem talált meg bennünket. Törpök, nézzétek! Megmenekültünk! Ránk találtak ezek a kedves delfinek, és most biztos hazavisznek minket! De, ezek nem delfinek, okoska, hanem cápák! Cápák? Kedves cápa úr, én okoska törp vagyok. Tudja, törpök édesek, kedvesek, és nagyon szeretik az állatokat. Bizony, nagyon szeretik. Azt hiszem, nem érted meg. Jaj, most mi lesz? Hé, cápák, nehogy megegyetek! A kék hústól felfordul a cápák gyomra. Higgyetek nekem, tudom, mit beszélek. Zöldőr, néha egészen meg tudsz lepni. Még sosem láztam ennyire. Még sose voltam ennyire vizes. Még sosem hiányzott ennyire az intellektuális izgalom, bizony, így van. Ez biztos, Ügyi? Hát persze, Törpilla, ez gépolaj. Akkor lett ilyen a fejem, amikor beütöttem. De Lustinak is olajos a feje. Tehát nem elaludtál akkor, Lusti, hanem beverted a fejedet. Bocsánatot kell kérnünk Lustitól. Különösen azok után, hogy megmentett minket.
Igen. Ne haragudj, Lusti! Köszönöm, törpök. Nem is tudjátok, mit jelent ez nekem. Én olyan... Hé, oda nézzetek, törpök! Ez törpitány hajója. Biztos minket keresnek. Itt vagyunk, törpapa! Törpitány, itt vagyunk! Segítség! Itt vagyunk! Ott vannak, törpapa! Tudtam, hogy megtaláljuk őket, csak a szél irányát és sebességét kellett kiszámítani. Ki nem állhatom a szelet? Teljes törpel előre! Hazaviszünk benneteket, törpikéim! Hazaviszünk! Az új szélmalom még jobb lesz, mint az előző. Nagyszerű ügyi. Lusti sokat segít? Ó, nagyon sokat, törpapa, most már bármilyen munkát rábíznék. Ennek igazán nagyon örülök, ügyi. Persze, van, amit jobban szeret, van, amit kevésbé.